Sziasztok, én Mester, ez Dávid vagyok, ez pedig az Apavlog csatornám, és ma ismét a koronavírusról lesz szó. A múltkori epizód az kicsit hosszú lett, meg nagyon sok mindenről szó volt benne, most próbálok kevesebb dologról, meg rövidebben beszélni, a mai fő témánk az ezek lesznek, a maszkok, de addig nézzük, hogy hol is tartunk most. Most ugye szerda van, és Magyarországon hivatalosan 226 beteg van, és már sajnos van 10 halálos áldozat, a világban körülbelül 420 ezer beteg van, és 18 ezer halott. És a hazai számokból úgy tűnhet, hogy nálunk nagyon magas a halálozási arány, körülbelül 5%, vagy majdnem 5%. Ez két dolog okozhatja. Az egyik az, hogy nálunk valamiért különösen gyilkos ez a kór, de szerencsére valószínűleg nem ez van, hanem egész egyszerűen az történt, vagy az történik, hogy nem tudjuk elég emberről, hogy valójában beteg. Magyarul nem tesztel Magyarország eleget. Jól mutatja ezt, hogy amikor Ausztriában 4 halottnál jártak, akkor ott már 1600 emberről tudták, hogy beteg. Amikor Magyarország járt 4 halottnál, akkor itthon 85 beteg volt. És ezzel azért érdemes foglalkozni, mert a járvány megállítása, tehát nem megállítása, de legalább lelassítása szempontjából két dolog nagyon fontos. Az egyik az, ami már úgy nagyjából működik, ez a social distancing, tehát hogy mindenki maradjon otthon, vagy ha el kell mennie otthonról, akkor védekezzen, meg ne menjen közel másokhoz, stb. A másik dolog meg pont ez, hogy meg kellene találni azokat az eseteket, akik fertőznek, de maguk tüneteket nem mutatnak. Nemrég jött ki például egy vizsgálati eredmény, miszerint gyerekek pont úgy elkapják ezt a betegséget, csak szerencsére náluk nagyon-nagyon magas a teljesen tünetmentesek aránya, de hát ők így természetesen továbbadják a betegséget, ezért volt okos dolog annak idején bezáratni az iskolákat meg az óvodákat, de ez pont azt mutatja, hogy rengeteg olyan ember mászkálhat odakint, akinek semmilyen tünetei vagy enyhe, náthaszerű tünetei vannak, viszont terjesztik a kort. Ezért a WHO, az Egészségügyi Világszervezet is azt javasolja az országoknak, hogy minél többet teszteljenek. Eközben a világban is érdekes dolgok történnek, egyrészt például Hubeiben, abban a tartományban, ahonnan indult a vírus, most arra feloldották a karantént, Wuhanban még nem, de állítólag napokon belül ott is fel fogják ezt oldani. Közben a tokiói olimpia elhalasztásáról is döntöttek, valamint a WHO szerint Amerika lehet az új gócpont, ott rettenetesen gyorsan emelkedik az esetek száma, különösen New Yorkban. És ha már Japán meg Amerika, vannak országok, amik egy kicsit másképp kezelik ezt a járványt, mint ahogy a többség, ilyen például Japán és Amerika. Japánban például nincsenek nagyon szigorú szabályok, voltak területek, ahol vészhelyzetet rendeltek el, de már ott is feloldották, tehát olyan, mintha ott nem nagyon tartanának ettől a járványtól, hogy amikor az olimpiai láng megérkezett, akkor 50 ezer ember ment ki megnézni, tehát hogy ott ilyen egészen valószínűtlen dolgok történnek, tehát két eset van, az egyik az, hogy ezt ott valahogy különösen ügyesen kezelik, és ott nem lesz durva járvány, hát a másik eset az, hogy benézték, és ennek nagyon súlyos ára lesz a későbbiekben. És Amerikában sincsenek nagyon komoly szigorítások, legalábbis szövetségi szinten. 16 állam kérte meg a polgárait, hogy ne nagyon mozduljanak ki, de hát megjelent egy csomó kép például a médiában a tömött floridai tengerpartról, tehát olyan nagyon ott sincsenek még megijedve. Hát New Yorkban úgy tűnik, hogy ott már kezdenek. És úgy tűnik, hogy Nagy-Britannia is teljesen stratégiát váltott, erről már múltkori epizódban is volt szó. Mostanra már eljutottak egészen a kijárási tilalomig, de az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy ez a londoniakat például olyan nagyon nem hatotta meg. Viszont épp most derült ki, hogy Károly herceg is koronavírusos, ez talán majd megteszi a hatását, és talán ettől majd többen maradnak otthon. Ha már kijárási tilalom, itthon néhány polgármester döntött úgy, hogy ezt elrendeli a saját városában. Ilyen volt Polgár meg Sződliget, nem tudom, hogy polgármester milyen határozatokat hozhat, de ott ezeket bejelentették, és közben megkezdődött a hiányzó eszközök szállítása Kínából, már 2 gép érkezett, és továbbiak fognak jönni. Eddig jött állítólag már 3 millió maszk, meg 100 000 teszt, ami reméljük segít a továbbiakban a járvány féken tartásában. És akkor lássuk a maszkokat. Ebben a témában ugye nagyon sok minden megjelent az utóbbi napokban, mindenféle hírforrásból, és hát ezek között vannak bőven kicsit ellentmondó dolgok is. Vannak, akik azt mondják, hogy az egészségesek ne hordjanak maszkot, elsősorban például azért, hogy ők ne vásárolják föl a maszkokat például az egészségügyi dolgozók elől, amiben hát őszintén szóval van logika. De egyébként többféle maszkról beszélünk, mert ugye van ez a szájmaszk, az orvosi maszk, ez elsősorban arra való, hogy aki viseli, az hát ne köpködjön mindenféle káros dolgokat ki a levegőbe, ugye a sebészen is azért van, hogy ne tüsszögjön bele a nyílt sebbe. A másik fajta maszk az a légző maszk. Na ez az, ami védi a viselőjét, és ez az, aminek hát vannak ilyen különböző biztonsági besorolásai. Ugye ezeket mostanában sokat látjuk, ez az FFP1 vagy 2 vagy 3 jelölésű maszk. Ez azt jelenti, ez a három kategória, hogy a 0,3 mikronnál nagyobb
szemcsék mekkora százalékát szűri meg, az egyesnél 80, a kettesnél 94, a hármasnál 99% ez az arány, de gyorsan elterjedt a Facebookon egy orvos posztja, amit aztán mindenféle újság is szemlézett, ami arról szól, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mit viselünk, a lényeg az, hogy viseljük. Mert hogy egy rossz maszk is jobb, mint a semmi, de még ennél bonyolultabb a kérdés, tehát van egy csomó ok, amiért tényleg érdemes bármilyen maszkot felvenni. Az egyik az, hogy bár ezek a maszkok, mármint hogy a nem FFP3-asok, azok nem szűrik eléggé a vírusokat, de az a helyzet, hogy a vírusok azok tényleg nagyon picik, viszont ritkán repkednek így magukban a levegőben, hanem hozzá vannak tapadva más dolgokhoz, például porszemekhez, meg ilyen nedvesség csöppekhez, amik ugye már így összességében sokkal nagyobbak, tehát ezeket már azért a rossz maszkok is jóval nagyobb eséllyel szűrik ki, vagy jóval nagyobb arányban szűrik ki, és ezzel is csökkentik a fertőzés veszélyt. A másik van egy ilyen nagyon egyszerű fizikai hatás, hogy amikor maszk van rajtunk, akkor nem nyúlkálunk az arcunkhoz, mert hogy nem tudunk hozzányúlni, mert hogy az is egy nagyon komoly veszélyforrás. A fizikai mellett van egy pszichológiai hatás, mégpedig az, hogy egyrészt mi magunk is komolyabban veszük ezt az egészet, meg jobban tudatában vagyunk a veszélynek, hogyha egy maszk van rajtunk, és közben a többiek is egy kicsit, hát valószínűleg jobban távolságot tartanak valakitől, aki maszkban közeledik, mert ennek van egy ilyen ijesztő hatása. A komolyabb maszkok ellen szól az is, hogy hát azokat tudni kell viselni. Annak pontosan illeszkednie kell az arcra, azokban nehezebb lélegezni, hiszen nagyon komolyan szűrnek. Emiatt aztán valaki fölveszi, akkor lehet, hogy úgy igazítja, hogy azért legyen egy kis lukit valahol oldalt, és akkor onnan megy be a levegő, és akkor tulajdonképpen már semmi értelme az egésznek. Tehát tulajdonképpen egy sima sál vagy otthoni kendő is jó lehet, vagy legalábbis jobb, mint a semmi. És hogy ez mennyire így van, azt mutatja, hogy Szlovákiában épp most tették kötelezővé az általános maszkviselést, tehát hogy már nem csak beltérben, meg zárt térben kell viselni, hanem az utcán is. Na és hogy mi milyen maszkokat szereztünk? Hát azt mondja, itt van az első. Kínai boltból származik. Van rajta egyébként ilyen szelep, tehát olyan, mint a komolyabb maszkok. Semmilyen megjelölés nincs rajta, tehát hogy pontosan mit szűr, meg mennyire, azt nem tudom. Viszonylag olcsó volt, 1000 forint volt a kínai boltban, és a múltkor ezt az előző epizódban elmeséltem, amikor megkérdeztük a kínai boltost, hogy van-e még nála, akkor mondta, hogy már nincs, mert a szomszéd gyógyászati segédeszközboltos felvásárolta, és háromszoros áron árulja. Ennél valamivel drágább ez a maszk, az az óriási előnye, hogy ezt lehet kapni. Ezt mi egy debreceni játék webshop oldalán találtuk, és onnan még mindig rendelhető. Hát ez egy sima textil maszk, olyan, mint a, kicsit olyan, mint a műtős szájmaszk. Tehát valószínűleg hivatalosan nem jó a vírusvédelemben, de az előbb említett okokból mégis jó, ha van nálunk, vagy ha nincs más, akkor ez mégis jó jöhet. Az ilyen textil maszkoknál az a helyzet, vagy az az előnyük, ugye, hogy többször használhatók, viszont nagyon fontos, hogy ezeket fertőtleníteni kell, tehát valamilyen fertőtlenítő oldatban kell kimosni, és utána vasalni, mert az ugye megsüti a vírusokat. Úgyhogy tulajdonképpen ez is több, mint a semmi, és ennek 1500 forint az ára. És szerintem ugyanolyan elrettentő hatása lehet az utcán. Mármint, hogy nem a vírusokat rettenti, hanem a hozzánk közeledőket. És itt a legkomolyabb, ez valamilyen munkaruházati boltban szerezte a feleségem még nagyon régen, tehát több mint egy hónapja, tehát még sehol sem tartott a járvány, legalábbis itthon, és ezen bizony ott van az FFP2-es jelölés. Amit az előbb mondtam a pontos illeszkedésről, hát az valóban probléma lehet. Nem tudom megmondani pontosan, hogy a levegő milyen arányban érkezik a szűrőn keresztül, és milyen arányban érkezik a fals helyekről, de elvileg ilyen egy FFP2-es maszk. Azt nem tudom őszintén szóval, hogy ezt lehet-e még kapni. Mi ezt annak idején 3000 forintért szereztük be. Úgyhogy maszkkal jól állunk, és most ki kell mennem a városba, mert van pár elintézni való, amit tényleg nem tudok máshova tenni, vagy máskorra halasztani, úgyhogy kimegyünk maszkban, és megnézzük, mi a helyzet a városban. Na most amivel rosszul állunk, az a kesztyű. Most nekem teljesen hagyományos téli kesztyűm van, egy bőrkesztyű van nálam. Például azzal szoktam felszállni a Blinkire, amiről már beszéltem. De azt is fertőtleníteni kéne rendszeresen, vagy kell is. Olyanom viszont van, mármint hogy készfertőtlenítöm. Úgyhogy most egyszer használatos kesztyű helyett fertőtleníteni fogunk, már ahol szükség van rá.
ebből a kis kirándulásból az derült ki, hogy hát autók azok még vannak bőven, persze láthatóan kevesebb, mint egy sima hétköznapon, de vannak helyek, például a Rákóczi úton egész komoly forgalom volt, és az emberek se tűntek el teljesen az utcákról, például Valahalújza téren elég sok embert láttunk, viszont szerencsére sokukon volt maszk még az utcán is, ami hát egy nagyon jó jel, de viszont bementem pár boltba, és ott egy kicsit azért hát szomorúbb volt a helyzet, abban az értelemben, hogy sok emberen nincs maszk, egyrészt időnként időseken, pedig hát ők a leginkább veszélyeztetettek, de az se jó, hogy a fiatalokon nincs maszk, mert ugye hát ők lehet, hogy észre se veszik, hogy betegek, viszont tovább tudják adni, úgyhogy nekik is kellene viselniük. A legmeglepőbb viszont az, amikor egy-egy bolti eladón nincs maszk, és ő nyilván naponta sok száz emberrel találkozik, és a fiatal, akkor az előbb említett probléma még súlyosabb, hiszen ő akkor adott esetben sok száz embernek tudja úgy továbbadni a betegséget, hogy ő maga nem is tud erről. Szóval nem tudok mást elmondani, mint hogy viselkedjünk felelősség teljesen, ne akarjunk megbetegedni, és ne akarjunk másokat sem megbetegíteni. Ha lehet, ne menjünk el otthonról, bár hát ez most így hülye hangzik, mert én pont eljöttem, de időnként nyilván el kell menni, ezt azt elintézni, de ezt próbáljuk minimálisra csökkenteni, vagy menjünk el úgy, hogy közben másoknak is elintézzük, például idős rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek mondjuk a bevásárlást. Erre egy csomó kezdeményezés van, ez nagyon szép dolog. De ha tehetjük, maradjunk otthon, ha meg ki kell mennünk, akkor tartsuk a távolságot, meg például viseljünk maszkot. És persze kommentben mondjátok el ti is, hogy miket csináltok mostanában, kijártok-e az utcára, ha kijártok, akkor hordtok-e maszkot, vagy már elkopkodták előletek, és iratkozzatok fel a csatornára, jövő héten találkozunk, sziasztok!